az északi királyságok 5 évig nyalogatták a sebeiket a nagy háború után. Éhínség és járvány pusztított, tengernyi volt az áldozat. A maroknyi megmaradt tünde és törpecség az erdőkben keresett menedéket, ahol végső, elkeseredett harcukra készültek. Az erdők mélyét, az utakat és a korábbi csatatereket torz szörnyek uralták. A városokban és falvakban a nép egyre csak azt kérdezgette, mi történt a vicserekkel. Kedven északi részén, a Kékhegységben, 1270. év, 5 évvel a nagy háború után. Feküdj le! Minden rendben. Nem tudom, merre jártál, de fő, hogy életben vagy. És itt vagy a barátaim közt. Felét nézel ki, aki most kert ki a sírjába. Hamarosan beszélünk eleget. Közeledünk K.R. Morenhez. Itthon vagyunk. Leo, hozd ide Triszt! Vicserek, az időtök lassan lejár. Élvezzétek ki a szépet, amíg lehet. Jó, nincs védés. Nem mondhatom elégszer. Piruett, amit mindig egy hátsó keresztvédés követ. Mindig. Alig 2 nap telt el, amikor ráttam. Neked köszönhetem a felépülésemet. Köszönöm, Triss. Emlékszel valamire? Nem sokan. Nézd, azok a mozdulatok ismerősek. Piruett, hárítás, vágás. Nem kötődünk egymáshoz. Tudom, hogy te fontos voltál nekem. Geralt, mi... Át kell gondolnom. Hamarosan emlékezni fogsz. Az idő lassan telik Gálmorenben. Működött!
Nem rossz. Pihenj. Mit gondolsz, Geralt? Készen áll az útra? Várjuk meg a többit. Egyedül van. A professzor 50 órent ígért minden korcs megölésére. Ő az enyém! Veszem én. Társaságot kaptam. Tessük a vakat! Gerált! Adod meg a kardot a tréning bábuknál. Hogy érzed magad? Jól. Tudja valaki, kik a betolakodók? Közönséges banditák soha nem támadnák meg K.R. Morant. Azt mi is tudjuk, Marigold. Kipróbálhatsz néhányat a híres varázslatait közül. A megfelelő időben, Lambert. Elég. Ellenőriznünk kell a többi lehetséges átjárót. A felső udvarhoz. Próbálják áttörni a kaput. Faltörőkos nélkül próbálkozhatnak. Mi a fene ez? Egy répsáska, egy kegyetlen bestia. Savola, ismered? Egy őrülten ambiciózus, erkölcstelen mágus. Eljönnek ide, készüljetek! Még többen jönnek, betörtek a felső udvarba! Az a szemüveges a professzor. Öljétek meg! Varázserőt érzek. Egy varázsló van közöttük. Professzor, tudod az utat. Menj! A professzort körözik Redániában, Temeriában és Kedvenben. Egy igazi törvényen kívüli. Nem hallottam a varázslóról. Marigold, jobban érdekelne az, vajon ártalmatlanítani tudod-e Savollát? A többi a vicserek dolga. Meg fogom próbálni. Közelednek. A rémsáska nagyon veszélyes, de érzékeny az erős zajokra. A harangok a felső udvarban. Pontosan. Ez kell, Lambert, állítsátok meg a rémsáskát és a banditákat. Leo, lépj hátra. Geralt, te nyisd ki a kaput a felső udvarhoz. Amikor ott leszünk, Chris megállítja Savollát és az állatkáját, mi alatt mi felkészülünk, hogy foglalkozhassunk a professzorral és az ismeretlen mágussal. Valamit ki fogok találni. Gyerünk, csináljuk! Írtsuk őket egy kicsit itt lent, mielőtt visszavonulunk. Geralt, kövesd a falat és törj át a toronyhoz, ahol van egy átjáró a felső udvarhoz. Egyedül? Ők csak banditák, bár az egyikük ismerős lehet. Ki kell nyitnod a kaput, mi várni fogunk. Sok szerencsét, farkas!
Nem tudunk átjutni. Kövess vissza Savolához! Thank you.
francba, Geralt! Csoda, hogy életben vagy! Szólhattál volna a lépcsőkről. Lambert és Eskel azt hitték, hogy megjavították tegnap. Mi alig, ha vagyunk kőművesek. Nem baj, a professzor és a másik mágus a vártoronyban rejtőznek. Nézzetek szembe az igazsággal, Richard. Ezek azért jöttek, hogy kiraboljanak titeket. Triss, gyermekem, semmi értékes nincs náluk. Néhány kard és hórókaprém. Úgy értem a labort, és ezt te is tudod. Valaki a híres mutagénliteket akarja. Ne bocsátkozz találgatásokba. Trissnek igaza lehet. Ki kell találnunk, mit akarnak. Egyszerre egy dolgot. Nem kellene hátat fordítanunk egy ilyen erős mágusnak egy rémsáskával a nyomunkban. Nem engedheted be a banditákat a laborba. Igazad van, mint mindig, drágám. Geralt, te már ismered a mágusokat. Találd ki, mit akar. Leo majd vezet téged. Csak felderítés, vagy... Senki nem fog sajnálkozni, ha valaki közülük elveszti a fejét. Sikerülni fog, farkas. Csak emlékezz, hogy Leo is veled van. El tudom intézni. Megnézzük, mi történik odabent, és visszajövünk. Ne aggódj. Vidd magaddal ezeket a főzeteket minden esetre. Idd meg most a villámitalt, és tartsd meg a fecskét, hát ha gyógyításra lesz szükséged. Elmondhatom, hogy működnek. Biztosnak kell lennünk, hogy senki más nem fog bejutni. Triss, drágám, maradj velünk arra az esetre, ha Savollának új ötletei támadnak. Készen állsz, Geralt? Igen. Ez az első igazi küzdelmed? Nem, de embert még nem öltem. Maradj közel hozzám. Lambert azt mondja, sosem leszek olyan gyors, mint egy igazi Witcher. De sikerült megütnöm a mai edzésen. Megütötted Lambertet? Gyakoroltunk, mikor a vihar jött. Lambert oldalra nézett, én csináltam egy piruettet, és gyomran ütöttem. Persze nem esett el, és utána legyőzött. A végén még jó kartforgató leszel. Mindig, mikor Lambert legyőz, azt mondja, hogy van bennem tehetség. Ezek a lépcsők a laborhoz vezetnek. Menjünk. Az energia, amit az elemek köréből vontál ki, elég ahhoz, hogy megállítsd a vicsereket? Panaszkodtál, hogy Savolláé lesz az összes, és neked egyet se hagy. A fehér farkas látványa keltett benned félelmet.
Az előbb említett és hozzátenném, halottnak tartott Witcher egy ismert gyilkos. Leo, vissza! Vele. Gyerünk, kis professzor! Az idő a legfontosabb. Uralom az elemek körének erejét. Nem jelentenek veszélyt. Visszadolgozni! 15 percen belül készen a tanulmányokat. A Witcherek ne zaklassanak minket! Az utunkat. A mágikus akadály elég masszívnak tűnik. Szükségünk van Trissre. Kirabolnak minket. Geralt, tisztítsd meg az utat. A jelet használd. Jel? Az árd. Azóta nem tudom használni, mióta eltört az ujja. Varázsold az árdot a törmelékre. Nem emlékszem a jelekre. Menjünk az elemek köréhez, amely egy óriási erőhely. Meg kell próbálnod megtanulni a jeleket. Menjünk. Sikerült. Törd össze. Tudtam, hogy működnie kell. Menjünk vissza, mielőtt Lambert egymaga megöli a rémsáskát. Mit tudtál meg? A banditák a labort keresték. A mágus az elemek körét használta, hogy egy mágikus gátfalat hozhasson létre. A minden itt is sosem nőttök fel. Miért nem említetted a kört? Triss, gyermekem, ez nem tűnt fontosnak. A mágus kapcsolódott a körhöz, hogy létrehozhasson egy olyan portált, amin keresztül bárhová utazhat és bárhová magával viheti a felszereléseteket. Hibát követtünk el, de azt mondtad, hogy a mágus ártalmatlan. Azt mondtam, nem ismertem. Azt hiszem, most mindenek előtt a labort kellene védenünk. Ne pánikolj, Marigold. Tudjuk, hogy látni szeretnéd a mi Witcher titkainkat. Nem fogok kezeskedni magamért, ha ez az idióta nem fogja be. Elég legyen! Lambert, ne gyötörd Trisst! Mutasd némi tiszteletet! Triss! Ha mi a laborhoz megyünk, ők körül fognak venni minket. Mi ismerjük a taktikákat. Talán szét kellene válnunk. Geraltnak igaza van. Meg kell ölnünk a rémsáskát, és védenünk kell a labort. Ehhez szét kell válnunk. Ki merre lesz? Én lemegyek. Csak én törhetem át a gátfalat. Eszemír. Én maradok, és elbánok a rémsáskával és Szavollával. Te, Geralt, mindkettőnknek szüksége lehet a segítségedre. Én elintézem a rémsáskát Veszemírrel. Akkor indulok. Nem harcolhatsz mindig egyedül. Én veled vagyok. Ez kedves tőled, ez kell, de én teleportálni fogok a laborotokba. Szavolla mentális kapcsolatban áll a másik mágussal. Jelzőfényként fogom használni őt, de téged elveszítenélek az úton. Légy óvatos. Nagy lány vagyok már, megoldom. Geralt, ez a rőtbagoly főzet helyreállítja az álló képességedet. Ha harc van, üsd meg a harangokat az árddal. Zajra van szükségünk. Azt akarom, hogy halljanak minket Vizimában. Szavolla varázsolt. Valami történik. Remeg a föld, érzed? Áttörnek.
Föld megremeg, érzed? Áttörnek! Kemény küzdelem vár ránk. Vedd el ezt a főzetet, amit Röd Bagolynak hívnak. Ez helyreállítja az állóképességedet. Nagyon hasznos lehet, amikor mágusokkal harcolsz. Menjünk. Nem mehetsz tovább, fehér ember! Megidézek egy hatalmas démont, aki darabokra szed! Ez csak blöff. Kimerült a teleportálástól. Lefoglaljuk őt, és csatlakozunk hozzád, mielőtt áttöröd az akadályt. Az embereim energiája erősebb éppen érkel. A labor felé tartanak. Honnan tudod? Mi van azzal a szörnyel az emeleten? Segíteni akartam, de nem tudtam áttörni azon a különös körön. Szavolla fűbe harapott. Ez az, ami számít. Be kell jutnunk a laborba. Gyerünk.
Megtalálta, meg valamiért jöttünk. Professzor, intézd el azokat a vicsereket! Azt hallottam, a vicserek képesek a nyilat reptükben kivédeni. Lássuk. Leo, állj! Egy újabb tündérmes. Mi történt? Összetört bordák, átszúrt tüdő. Haldok. Fehér Raffart főzetére van szüksége. Tarts ki, Leo! Itt volt. Nem találom. Veszemír. Leo halott. Hogy? Megtámadta a professzort. Elkéstem. Ez nem a te hibád, Geralt. Mi mindannyian hibásak vagyunk. Trisznek alig sikerült. Ha velünk harcol... Rossz idők járnak a vicserekre. És valami assúgja, ez csak egyre rosszabb lesz. Fent már biztonságos? Viszonylag. Néhány haramia van még fent, de majd később foglalkozunk velük. Fáradtnak tűnsz, szeretném, ha pihennél. Én őrködöm és őrzöm a testet. Eszkel itt járt. Trisz még eszméletlen, de stabil. Ez remek. Elhagyjuk Kaer Morhent, farkas. Semmi nem köt minket ide. Értem. Örök búcsút kell vennünk Leótól, de várjuk meg Triszt, hogy felépüljön. A banditák? Igen, be kell fejeznünk a dolgokat, de először készítenünk kell egy gyógyító főzetet Trisznek. Hozzávalókat kellene keresni. Semmi hasznosat nem hagytak itt. Hogy kell elkészítenem a főzetet? Lambert majd odaadja neked a formulát. Keresd őt a kandallónál, a mi bátor varázslónőnkkel van. Lambert? Nem gyűlöli őt? Bűntudatot érez, azt hiszem. Az első dolog, amit Triss hallani fog, amikor felébred, végre ébren vagy, Marigold. Ez Lambert. Lássunk munkához. Később meg fogom tanítani neked, hogyan lehet szörnyekből hozzávalókat kinyerni. A főcsarnokban leszek. Rendben. Valami nem stimmel? Készítenem kell egy főzetet Trisznek. Találsz egy fehér sirályfiolát az első emeleten a fegyverraktárban. Az első emeleti hálószobában fogsz találni egy kalcium ekumot. Úgy néz ki, mint egy fehér kő. A ládában keresd. Találd meg a haramiákat és végezz velük.
amögött az ajtó mögött egy lépcső van. Én mennék, de Marigold eszméletlenül fekszik a tűznél. Viszlát. Rendben, de még szükséged van pár dologra a főzethez. Egy erős vadállatkarma és egy kis fecskefű. Veszemir el fogja mondani, hol találod őket. Most meg foglak tanítani a formulára. Mit ha... Itt... Ne... Viszlát. Újabb martalócokat talált. Értettem, ők nem jelenthetnek problémát. Lambertet azonban elkapta a...
Jó, hogy Triss után mentél és lefoglalt. Még meg tudott menteni néhány felszerelést, de a legfontosabbak eltűntek. A szép varázslónőnknek igaza volt, tud? Fogadd el ezt a páncélt és kardot. Neked tartogattam őket. Lambert ideadta a formulát. Kell lennie nálad fehér sirálynak és kalcium equumnak. Mi a következő? Szükséged lesz fecskefűre. Vedd el az enyémet. Valamint egy szörnykarmára, olyanra, mint a rémsáskáé. Hogy megnyúzz egy teremtményt, vígy egy éles kést, és vágd végig a törzsnél. Aztán nyúzd meg a rémsáskát a felső udvarban, aztán pihenj le a tűznél, miközben a főzet készül. Igen? Az összes. Jó, most pihenj és készítsd el az italt a formulát.